Na, megdugjuk ezt a diktafont, mert nem akarok úgy állni, mint tegnap. Kíváncsi vagyok, hogy veszi-e a hangomat, vagy nem. 1-2, 1-2, megint szart se hallok bele, de veszi ez. 1-2, na jó, van, veszi. Akkor minden oké. Okay. Jó van. Felhagató a továbbiakban nem kell, csak erre kellett, hogy le tudjam monitorozni. A tegnap az meg, hogy az egész hanghelyet rosszul volt beállítva. Még ha beledugtam a mikrofont, elfelejtettem bekapcsolni, hogy mikrofon input, audio input volt kiválasztva, és csak a nagy csendet vette fel végig. Aztán ugye az meg hallható volt a videóban, hogy szélzaljan, meg mit lehet kezdeni, hát semmit se. Na, megyek a fotóshoz, mert kitalálták, hogy hétfőig be kell vinni 2 darab igazolványképet, mert holnap gyakorlati oktatás lesz Targoncából, tehát holnap megyek vezetni, és le kell adni előre az igazolványképeket, mert kell a jogosítványba az igazolványkép. Azok nem tudom, milyen optimisták, hogy kinézik belőlem, hogy én nem fogok megbukni, hogy leteszem a jogosítvány, vagy mi. Nem tudom, mire alapozzák ezt a bizalmat, de minden esetre megtisztelő. Úgyhogy akkor még most megcsináltatom, mert hétfőn már nem lesz rá idő. Azt tudom, mennyibe kerül egy igazolványkép csináltatása. Bukszám nálam van. Jé, buksza. Mennyi pénzem van nekem, bazdmeg? De kevés. Kevés a sas tojás. Itt mennyi van? 200-300 forint. Hú, baszdmeg. 1500 én megcsinálnak egy igazolványképet. Hát remélem, mert több pénz nincs nálam. A fotós, akinél megyek, az még kicsit megszokta photoshopolni is, de annyira azért nem kell túlspirázni. Majd megmutatom, hogy milyen lett, az azonnal elkészül. Lekap kicsit a hülyeségeket, az photoshopol el szokta tüntetni, azt kinyomtatja. Legalábbis amikor utoljára láttam, hogy valaki ott képet csináltatott nála, akkor még így volt. Jó nap, majdnem egész nap egyedül leszek, mert majd valahogy váltásba fogunk menni, vezetgetni a munkatársammal. Ha valakinek mindig ott kell lenni dolgozni, úgyhogy na, most kamera off, mert tömeg van. Mi, hogy utálom ezt a tetves kurva falut, nem igaz, bazd meg, hogy itt semmit nem lehet normálisan, gyorsan, hatékonyan elintézni. Egy, mert egy fotós van, az meg éppen burkol. Mindjárt 2 óra, és még mindig ebédel, bazd meg. Hát várni kéne egy fél órát, van itt egy öreg muki. Hát nem tudom, akkor minek tartja a frontot itt a boltba, hogyha nem tud egy képet megcsinálni, de most komolyan. Hát azt mondja, hogy meg kéne várni a mestert, mert hát azt ki kell nyomtatni. Hát mondom én, mi a problémát? Hát azt mondja, hogy én is le tudnám kattintani, de mindenképpen várni kéne a mestert, hogy kinyomtassa. Mert mondom, szokott egy kicsit rajta utólag retusálgatni a képeken, de hát az én pofámon mit kell retusálni? Semmit se. Nincsen anyajegy, vagy bibircsók, vagy valami a fejemen, hogy az ki kéne. Mi a kurva anyátokat? Bazd meg,
Büdös cigány, itt egy pick-up-pal, itt tetején egy hangszóróval, itt megy körbe-körbe, mint a kurva anyja, mint egy őrült dervis, bazd meg. Azt megy belőle a hoptezsiga. Torka szakadtából. Még a végén a YouTube ezért fogja letiltani a videómat, mert valami tartalomazonosító beazonosítja ne. De ilyen van, bazd meg? Na jó van, addig dumálok valamit, vagy ezért. Na, nem tudom mennyire volt a tegnapi videó érthető, de ez az a világháborús emlékmű, amiről én annak idején lebucskáztam. Most, amint látszik, ugye itt én így jöttem át Srégont a parkon, nyátjövök, felhágok itt a lépcsőfokokra, és akkor itt megpróbáltam lemenni, és ott a túloldalt, ugye, hát akkor itt még teljesen más volt, ugye lépcsős volt, és hát körülbelül ebből a magasságból, ahogy most itt vagyok, hát ebből a magasságból, itt végig beton volt, nem virágágyás, és ebből a magasságból így estem én fejre. Faszán. Itt pukkant szét a fejem. Ez volt az a első világháborús emlék, amit megtámadta. Már azóta egyszer-kétszer átépítették, hogy dizájnosabb legyen, meg mit tudom én. Rájöttek talán, hogy baleset veszélyes. Na, hogy tegyelek le benneteket, hogy jó legyen? Ki vagyok tömve, mint az állat. Az bazd meg, kérdezem, mennyibe kerül a igazolványkép? 1500 forint, 4 darab, öcsém. Az digitális géppel csinálja. Kinyomtatja Photoshopon keresztül, bazd meg, az 1500 forint. Mert amikor még analógba csinálták, akkor még megértette az ember, hogy jó. A film, nyersanyag, ugye, meg előhívás, laborálás. Tehát így, bazd meg, hát akkor ezt így én is meg tudnám csinálni, csak ugye nekem nincsen nyomtatom. Az a baj. Hát ha behozom ide hozzá a készfotót, akkor mit azt mondja, hogy 5-600 forintért nyomtatja ki. Mert fényképezőm van, softboxom van, én is tudnék igazolványképet csinálni magamról. Igaz, hogy nekem homogén hátterem nincsen. De ki tudnám én a hátteret photoshopolni magamnak? Ez ennyi az összes pénzem, bazd meg. Még nem volt fizetés. Na, ezt az utolsó 200, 20, 40, 50 forintot meg el fogom fagyizni, azért is az be van kapálva. Tegnap nagyon kikerültek ezt a Tesco-ba. Mennyi számla van ebbe az izébe, bazd meg, meg nyugta. Ahelyett, hogy pénz volna benne. Ez milyen nyugta például? Csak kőkávéhez és pizzéért. Fagyi nyugta, bazd meg. Minek őrizgetek ilyeneket? Nyugta. Hát ezt meg el sem tudom olvasni. 2015. 5. hó 1-én kért. Mi a fasz? 340 forint. Mit vettem én ennyiért, bazdán? Kell a gyásznak. Na,
OTP bankjegy automata. Felhasználható. Ez már rég nem igaz. Rég nem ennyi van rajta. Ezt se tudom megszokni egyébként, hogy ATM-ből mindig kérek izét. Nyomtatást. Nyomtassa ki a izét. Tudod, a blokkot. Pedig most már neten keresztül szoktam bankolni, azt ugye bármikor lekérdezhetem az egyenlegemet. Szerencsejáték ZR, milyen szerencsejátékot? Én nem szerencsejátékozok. Jaj, univerzális egyenleg feltöltési bizonylat. Mikor volt ez? Március 26-án töltöttem rá 1500 forintot. Majd kíváncsi leszek, hogy mikor fog róla lefogyni. Hogy mondtam, milyen kurva nagy telefonálós vagyok én. Nem tudom azóta mennyit telefonáltam le belőle, de nem sokat. Ez mi ez? Ez egy... Milyen? Jaj, feladóvevény, könyvért küldemény feladóvevénye, amit a infoalapnak adtam fel a gyengénlátóknak a cuccot. Hát már ezt se kell szerintem, mert megkapták. Ezt nem dobom ki a kukába, csak úgy, mert rajta van a nevem, címem, bár szétszaggatjuk, azt akkor el van intézve. Amúgy is lehet tudni a nevem címem, igaz? Aki akarja, azt tudja. Akinek tudni kell, azt tudja. Még az is tudja, akinek nem igazán kéne. Itt jobb a látószög egy kicsit, nem? Mert a alsó béka perspektívába. Hangot meg most már úgyis veszi a diktafon, nem muszáj öltözni. Azt mi van még itt? PC-kernél számtek szaküzlet. Nyírbátor Gyulai utca 41. Ez itt a reklámhelye. Ez egy fasz a cég. Ide kell menni számítógépet javítatni. Aztán mi van itt még? Újra szól a rock belépő jegy. Már nem őrizgetek ilyen erekjéket. Ne. Bank automata megint izé, bazd meg. OTP-s szírszar. Minek? Minek kérek én izét nyomtatást, amikor úgyis izé én bankolok? Fürge diák dolgozza jövődön, munkavégzés felnőttek számára. Keres akár napi 6000 forintot csomagolói munkakörben. Munkavégzés helyszíne Nyírbátor, kerest fel irodánkat. Nyíregyháza Hősök tere. Van rá egy kettesem. Van rá egy kettesem, hogy ez nem nekünk szól, ez tényleg diákok részéről szól, és méghozzá ott van a mi gyárunkban a munkavégzés helye. De akkor ezek 6000-et keresnek? Ezek a diákok egy-egy alkalommal? Hát én azt nem hiszem. De 600 forint az óra bérem, bazd meg. Hát ahhoz 10 órát kéne dolgozni, hogy egy műszakba, hogy legyen 6000 forint. Ez mi ez? Nyugta. Nyír Bogdány. Jaj, nem a zöldséges. Múltkor bementem a zöldségeshez, mert sehol nem kaptam padlizsánt, bazd meg, Tetves falu. Hogy három bútba kell elmenjél, hogy kapjál egy padlizsánt. Meg egy fél órát kell várni, míg megebédelőcsém az egyetlen fotós. Remélem 1500 forint, hogy kurva szép lesz, ott fogok izélni, bazd meg. Photoshopot adni, hogy kunkorítsad csak ezt a hajszálat egy kicsit jobbra, meg ezt egy kicsit balra. Kicsit korrigáljál a színeken, ne legyek ilyen hóka. Megmondom neki, engedj csak oda a géphez, majd én megcsinálom. Azt az összes pénzem rá, amely nézd meg, nincs több pénzem. Muszáj leszek kivenni az ATM-ből, pedig nem akartam, mert öcsém, 500 forintot lekap már ilyen izéket, ilyen tarifái vannak.
Na most én adtam neki 20 percet, hogy megkajáljon, de fél órát mondta. Mondjuk már a kukáig kidobni ezt a szemet. Ezt akkor én lassan vissza is ballagok szerintem. 2:02, most 41-kor. De szerintem még nem lesz ott. Nincs nekem olyan szerencsém. Ja. De most már megvárom bent a helyiségben, nem fog kijönni csavarogni itt bent továbbra. Na jó. Kamera off, mert zebra. Na. Megvan a fotó. Vettem ki pénzt is, most tök mindegy, hogy most veszek ki, vagy 3 nap múlva, hát most nem szeretek pénz nélkül itt járkálgatni. Ebben az útkereszteződésben kéne még valami normális zebrát csinálni, bazzen, mert ez itt kész életveszély átkelni. Itt egy rohadt tetves forgalom van mindig. Menjünk a fagyizóba. Kíváncsi vagyok, 10 000-es fel tudnak-e váltani. Tudtak visszaadni 10 000-esbe. Ez a mazsi fagyizó. Itt a Zrínyi utca kereszteződésébe. Ez megint itt a reklámhelyre. Tényleg jó fagyjuk van. És ilyen gépi fagyit adnak, ilyen csavart fagyit. 3 adag, mit tudom, mint 3 gombóc, 400 forint. Most öntetett cukorkát lehet rákérni, ami megint nem kerül külön pénzbe. Nincs semmilyen szemvelély betegségem. Nem költök pénzt sörre, se cigire, se kávéra. Az utóbbi időben már annyit elsütizgettem, meg fagyizgattam, meg jégkrémezgettem, hogy ugyanott vagyok, mint más, aki elissza. Hát ennyit is sajnálják magamtól, hát faszt. Úgysem mindennapos az. Pénzt meg úgy látom, ugye a lakás felújításhoz szépen gyűlik a számla. Amit elhatároztam, az úgy lesz. Engem nem érdekel. Megmondtam. Inkább a fogamhoz verem a garast. Egy fél évig, ha kell. De itt nyárra kőkömön nem marad. Megcsináltatom a házat. Én erre képes vagyok. Na, ez itt a Dohányzóla utca. Mondjuk el gusztusos hamutartó. Nem szoktam itt ülni, de van, aki itt ül egész, nem? Most teszem, én ezt a fotósrácot ismerem. Mondom neki, nekem csak 2 kép kellene, az is annyi, az is ugyanannyi. Jó, oké. Okay. Ezt mondom, mit csináljak vele? Két másik igazolványképpen. Azt mondja, őrizd meg az archívumba, mert az idén még nem készült rólad elegendő kép információ. Vagy hogy mondta, archívum. Ezek szerint lehet, hogy ő is néz engem YouTube-on, vagy néha rám pillant.
Igen, most már azért szokni kell, hogy a Bátorba is ugye híre ment annak, hogy én vlogolok. Most már a rendőrség is tudja, hogy vlogolok. Hát, hogy most éppen a rendőrök engem néznek, azt röhögnek. Na. Ó, de nagyon fasz a képlet. Őt csinált, nem is jutott volna eszembe. Ha magamról csinálom, nem tudom megcsinálni, mert ehhez kell egy fotós. Ugye két képet lőtt, egyet szemüvegbe, egyet meg anélkül. Mondta, hogy úgy vegyem már a szemüveget, hogy a fejem nem mozduljon el. Hát én már sejtettem előre, hogy mi lesz belőle. Mondom, Photoshoppal ez az izét le fogja róla szedni a tükröződést. És úgy is volt. Ugye rá új... Ó, már ez a sok ezres, bazd meg. Tőle vagyok leírve. Na. És akkor ugye, ami olyan káros tükröződés volt, azt... Ahol még a homlokomat is kiretuságatta. Nagyon nem kezd annyit tökölni rá. Ja. Nektek is mutassam, nem? Egy kamerán keresztül nem sok minden fogsz rajta látszani szerintem. Nem tudom, hát talán ilyen távolságról még nem homályos. De így nem csillan a szemüveg. Mondtam már neki, már mit fizetek, mondom, hogy egy kis izét adjál csak rá, egy kis színt az arcomra. Ne legyek olyan, mint a sápadt ördög. Na jó van. Kicsit sokáig tartott, meg kicsit sokba került, most már. Túl vagyok rajta, az a lényeg. Na. Kíváncsi vagyok, mennyi ideig tartott az egész körút. Ezért a diktafont nem szoktam sose kikapcsolni. Mert azon pontosan látszik, hogy 53 perce indultam el erre a körútra. 54 már, bocsánat. Csak ugye a kamerát néha leállítom, a diktafont meg sosem, mert arra fér. Na. Még azt vágjuk össze-vissza, szanaszélhet a szíjjel ezt a videót.